Gacsal Balázs, 2013 jetski magyar bajnoka. Őt kérdezzük 2014 legfontosabb jetski újdonságáról, erről a színes, kissé első ránézésre talán csajos Sea-Doo jetskiről. Mit kell erről tudni? Hát erről az idén, az 2014-ben fogjuk igazából forgalmazni. Ez egy nagyon könnyű, 175 kilós jetski, 900 köbcenti. Nagyon játékos kis jet lesz, árba is megfelelő lesz, többfajta színbe lehet majd összeállítani, van majd 6-8 fajta színe, lehet, ennél van még színesebb is. Tehát ez egy 60 lóerős jetski, 67 km/h maximális teljesítése. Igazából ez egy bohózkodása tökéletes, meg aki életében először ül jetre, az tökéletesen ki tudja próbálni, mire képes. Azt mondják, hogy ez egy öko jetski lesz, de mihez viszonyítva öko? Hát ő végül is a fogyasztása is, az az bizonyít, hogy 6-7 liter a fogyasztása, meg az EcoBoost motor van benne, az új fejlesztési környezetbarát motor van benne, ugye ez nincs már olyan, mint régen, hogy nagyon rég ugyan, de a 90-es évek elején, hogy keverékkel ment a jetski, már teljesen, hipermodern motorokkal vannak lesz. Aki nem tudja, hogy mi volt régen, mégis egy arányszámot lehet tudni, hogy mennyivel kisebb ennek a fogyasztása, és így nyilvánvalóan a káros anyag kibocsátása is. A fogyasztása azt tudom mondani, jóval kisebb, tehát régen ezek a 600 és 900 köbcentis jetek fogyasztottak ilyen 20 liter, 15-20 liter, és egy harmadára csökkent a fogyasztása. Az a Sea-Doo, amivel idén megnyerted a bajnokságot, a magyar bajnokságot, úgy tudom 300 lóerő körül van, ez 60 lóerő. Élvezeti értékben mi a különbség? Az a tudással, ami neked van élvezhető, ez a Így van, mert a súlya miatt is eleve könnyű, 900 köbcenti. Tehát ez egy nagyon játékos jet lesz, amivel jó lehet vele majd bolckodni. Jövőre egy kategóriát szeretnénk belőle úgy néz ki indítani, a Spark Villager-ből. Aztán majd meglátjuk, ezt használhatják férfiak, nők, mindenki, aki végül is szereti ezt a sportot. Talán ez lesz az a modell, ami kicsit kibővítheti a jetski vásárlók körét. Olyanoknak is felkeltheti az érdeklődését, akik eddig nem voltak jetskisek. Így van, mert azért ez jelentősen kevesebb bekerül, mint a társai. Tehát ez egy ilyen 2 millió forint alatti forintért már lehet kapni, úgyhogy igazából ez már elérhető, azt mondom, hogy a legtöbb ember számára, aki igazából szereti ezeket az extrém sportokat. Viszont aki Bombardier terméket vásárol, nyilván számít a Bombardier minőséggel. Az marad? Az marad, az tökéletesen kidolgozott anyagokkal, jó dizájnnal, illetve egyébként tartós lesz ez a jet is, mint az elődje is. És ugye ebben is az a legendás Rotax motor dolgozik, ami minden más Bombardier. Igen. Jetski, 900 köbcenti Rotax motor van ebben. Szóval a motorja nem rosszabb, mint nem, bármelyik. Sőt, azt mondom, hogy talán még stabilabb is, tehát tartósabb, mint az összes többi motoré. A Bombardier Sea-Doo jetskinek az egyik legkülönlegesebb innovációja a fake volt, amit elsőként jetskin a Sea-Doo lehetett kipróbálni. Ez a jet rendelkezik fékkel? Ez a jet rendelkezik, igen, a 90 lóerős változata rendelkezik vele. Azt kell tudni, hogy még nagyobb biztonságot nyújt. Ez a hajó már ugyanúgy felszerelhető kényelmi extrákkal, mint egy autó. Igen, nyilvánvalóan. Hát gyakorlatilag ugyanúgy ki lehet választani egy listáról, és rendelni lehet extra felszerelést. Igen, mert itt végül is a szín, ami nagyon extra benne, mert össze lehet állítani, ugye mint autóknál is vannak, és neki sem kategóriában is autóknál, hogy különböző dizájn kihezve lehet, teteje más színű lehet, az alja is, tehát ezt minden úgy hölgy is, meg férfi is választhatja magának. Hangulatot. Így van, igen. A könnyű súly jelentheti azt, hogy ezt egy kisebb
autóval is el lehet húzni? Valószínűleg igen. Tehát esetleg olyan átlag autók is húzhatnak egy ilyen jetskit, amely autót a nagyobb, nehezebb jetek húzására már nem... Szerintem ezt egy Ford Fiesta-val is el tudom képzelni, egy kisebb motoros Ford Fiesta-val, hogy elhúznak.